Szeretettel köszöntöm a rendhagyó irodalom óra nézőit, hát legelsősorban természetesen a középiskolásokat. Mai vendégünk Hályi János, író, költő, József Attila díja is van, és megjelent, hát nem olyan régen, mert ugye az elmúlt egy év az nem is számít, de az ő 2019-ben ez a kötetem, erről és az irodalomról fogunk egy kicsit beszélgetni ma. Hát azért ez egy rendhagyó irodalom óra, úgyhogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen volt a viszony a középiskolás korában az irodalommal. Hát ambivalens volt a viszonyom középiskolában. Elég rosszul teljesítettem az irodalom órákon, egészen addig, hogy aztán egyszer meg is buktam, igaz csak fél évkor. Aztán feltornáztam magam évvégére kettesre, és aztán olyan volt ez az előmenetelem, ez a gimnáziumi előmenetelem, hogy végül is nem is jártam irodalom szakra, tehát én nem tudtam volna felvételizni, ugye a felvétel nagyon függött attól a gimnáziumi jegyektől, úgyhogy nem volt jó viszonyom. Nagyon sokat olvastam középiskolában. Általában nem szerettem azt, amit az irodalom órán kell olvasni. Idegenkedtem attól a magasztos hangütéstől, ahogy az irodalmat akkor oktatták, remélem, hogy most már nem így oktatják, és az, hogy semmihez nem lehetett kritikával hozzáállni, semmiről nem lehetett valós diskurzust folytatni, hanem ami elénk volt tárva, mint diákok elé, azt így készpénznek kellett elfogadni, hogy ez a nevezzük így nemzeti minimum, hogy ezt tetszeni kell, hogy tetszen. Úgyhogy nekem ilyen rossz viszonyom volt a klasszikus irodalommal akkor. Az irodalom tanítással akkor inkább magában az irodalommal? Az igazság, hogy ez egyébként egy ilyen nagyon nehéz kérdés, és ezért őrült nagy probléma szerintem az irodalom oktatás, hogy ahogy oktatják az irodalmat, úgy kezdesz el viszonyulni magához, az irodalmi anyaghoz is. És ha úgy oktatják, hogy neked le kell előtte borulnod, ha úgy oktatják, hogy ez egy tananyag, amit be kell magolnod, ha nem úgy oktatják, hogy ez egy eleven fontos és érdekes dolog, ami nem arról szól, hogy mit tanulsz meg belőle, hanem arról szól, hogy érint az meg téged érzelmileg. Tehát, hogyha a negatív módon tanítják, én ahogy azt gondolom, az negatív mód, akkor a viszonyulásod is ilyen lesz. Tehát az irodalomtanár, aki nem tudja a mű szeretetét átadni, csak a megtanulandó feladatot tudja átadni, az igenis azt a fajta irodalmi hagyományt, azt megtanulandó anyagként adja oda a diákoknak, akik rosszul, jól, általában rosszul viszonyulnak ez az egészhez, és én is a rosszul viszonyulók közé tartoztam, úgyhogy amikor olvastam, inkább moderneket olvastam, és maiakat, és kevésbé a tradicionális irodalmat. És mik voltak ezek, amiket olvasod? Hát, ez ugye 70-es évek, tehát nagyjából az akkor még azért regnáló beat költészetet olvastam versek közül, aztán természetesen az egzisztencialistákat, tehát Camus-t azt nagyon-nagyon bírtam. És ezekből valami meg is maradt, tehát a Camus az a mai napig is nagy, a beat költészet az nem olyan nagy, de akkor az egy olyan költészet volt, most ahhoz tudnám hasonlítani, mint a stand-upolás. Tehát, hogy nagyon aktuális problémákról, nagyon erős szavakkal, nagyon intenzíven, nagy lendülettel beszélni. De ezek az aktuális problémák kibeszélése, ez általában távlatilag törékeny, tehát az időben nem sokáig tartja meg magát, a maga aktualitásában intenzíven szólal meg. Aztán persze akkor én olvastam már a magyarok közül Tandorit, Petrit, Pilinszkit, Vöröst, tehát őket azért nagyon bírtam, hát ezek közül már akkor mindegyik élt, akiket most mondtam, sőt
a Tandori akkor fiatal ember volt még, és ma már egyik se él, Tandori ugye pár évvel ezelőtt meghalt, úgyhogy valójában ők klasszicizálódtak, és az, ami nekem akkor egy modernitás volt, az most már nagyon aktívan benne kéne legyen az irodalomoktatásba, hiszen ez a kortárs, és ez a kortárs klasszikus, tehát ami egész közel áll hozzánk, és az ő oktatásuk persze szerintem sok szempontból közelebb tudná hozni a világról való irodalmi beszédet a mai emberhez. És mikor vált teljesen olvasóvá, tehát amikor egy életforma lett ez az olvasás? Mert jól értem, az volt az év. Hát az az igazság, hogy ez egy a mai korból visszanézve, ahol egy teljesen más eszközrendszerrel közelítjük meg a világot, egy kicsit nehéz elképzelni, de akkor tényleg a könyv volt. Tehát amit Gutenberg galaxisnak nevezünk, tehát ami elkezdődött a 14. század közepén a Gutenberg bibliákkal vagy könyvnyomtatással, az akkor még pont olyan stabilan tartotta magát, mint 200 évvel korábban. Tehát az alapvető impulzus a világról azért a könyveken, tehát az írott anyagon keresztül, írott és nyomtatott anyagon keresztül érkezett el hozzánk. Úgyhogy én nagyon kiskoromtól egyébként, még alsó tagozatos koromtól kezdve folyamatosan és nagyon sokat olvastam. Ma már kevésbé olvasok olyan sokat, de akkor faltam a könyveket és engem magával ragadott a könyv, mint felépített valóság, mint teremtett világ. Ugye akkor nekem az indiános regények nagy kedvenceim voltak, úgyhogy nem voltam olyan nagyon messze attól, hogy én indiánnak képzeljem magamat, vagy török ellen küzdő vitéznek. Tehát ez hozzám nagyon közel állt. Úgyhogy a átlépés más szerepkörökbe ez akkor nekem nagyon kézenfekvő volt. És a mai napig is úgy él az emlékezetemben, hogy én azért voltam, amikor indián voltam. Itt vagyunk ebben a szép új könyvtárban. Könyvtárban is járt? Ezt mindig megkérdezem mindenkitől, hogy milyen a viszonya a könyvtárhoz. Hát igen, jártam könyvtárba, kicsit a könyvtár miatt, meg kicsit azért, mert szerelmes voltam a könyvtáros lányba, aki akkor egy éppen gimnáziumot végzett lány volt, egy pici kis falusi könyvtárról van szó, kicsi állománnyal, de egyébként jó minőségű állománnyal, és egy nagyon szép lányjal persze a közepén, úgyhogy én akkor lehettem olyan, nem tudom, 12-13 éves, és hát általában akkor az emberek, vagy a fiúk egy része azért ilyen nagy lányokba bele tud nagyon szeretni, és ez egy nagyon okos lány volt, nagyon művelt lány volt, és retteltesen sok mindent tanultam tőle, és abban furcsa helyzetbe kerültem, hogy én gyakorlatilag már akkor olvastam Pilinszkit például 12-13 éves koromban, meg hát minden olyat, amit ez a lány szeretett, és ő egy ilyen, még szinte ez a kamasz lázadás volt benne, és ezek a típusú versek, ugye egy-két Szabó Lőrincet azt azért nagyon-nagyon a fejembe vert. De nagyon tudhatni az ember tudására, hogyha szerelem is van a dolog mögött. Végül is ennek a könyvnek az apropóján hívtuk, ugye ez a Kik vagytok ti. Mi ez a könyv? Ez egy tanulmánykötet, vagy szép próza? Melyiknek tekinthetünk inkább? Hát nem tudom, valószínű, hogy a vita, ami körülötte kialakult, éppen ebből fakad, hogy ez a meghatározás, ezt nem lehet ilyen exakt módon megtenni. Ez én azt gondolom, hogy írások, méghozzá általam írt írások a magyar irodalom számomra fontos alkotóiról, nem mindenkiről, azokról, akikről érvényesen tudtam valamit mondani. Irodalomtörténetileg teljesen korrekt. Tehát amikor ezt valaki azt írta, hogy tele van hibával, ez egy nagy tévedés, mert nincs tele hibával. Ha tele van hibával, akkor az irodalomtörténet maga is tele van hibával, hiszen én is azok alapján, a könyvek alapján dolgoztam. Tehát irodalomtörténet úgy megírva, hogy én meg akartam írni,
valami fajta bemutatása alkotónak, életműnek és kornak, és természetesen sok minden szó van arról, hogy én mit gondolok a műalkotásról, mint az irodalmi műről, hogyan jön létre, milyen lélektani, milyen emberi motivációk működnek benne, és igyekeztem ezt úgy megírni, hogy ez tényleg frankon legyen megírva, hogy el lehessen olvasni, mert olyan már van, amit nem lehet elolvasni. És mi alapján kerültek bele a szerzők? Vagy pontosabban mi alapján maradtak ki? Több oka is volt a kimaradásnak. Az egyik az az, hogy most mondok egy konkrét példát, hogy én szeretem Hunyadi Sándort, aki egy elég jó két háború közötti író, de nem olyan érdekes az életműve művészileg, hogy én arról tudjak sokat írni. Olyat írni, amit mások kapcsán még nem írtam meg. Vagy nagyon kedvelem Csát Gézát, de miután a Csát Géza kapcsán a devianciát, tehát a társadalommal való szembehelyezkedést tudtam volna megfogalmazni, fontosabbnak tartottam, hogy az Hajnóci Péteren keresztül fogalmazzam meg. Aztán kimaradtak olyanok, akiket valamilyen módon nem tudtam megközelíteni. Például Karinti, akit majd egyszer még meg fogok írni, de valahogy most nem volt hozzá erőm. Ez egy olyan szerző, akinek rendkívül szertágazó, és sokféle az, amit írt, és egyszerűen nem láttam azt a lehetőséget, hogy én ebbe eligazodjak. Mert ugye egy emberről való írás, főleg akikről sok van írva, mint a József Attila, Móricz, Petőfi, Arany, tehát nincs alternatív kánon. Tehát azért ebben a könyvben olyanok vannak benne, amik minden más könyvben is benne vannak. Tehát, hogyha az ember meg akar egy ilyet írni, akkor az első lépés az, hogy át kell olvasni az életművet. Na most, hogyha valami túlzottan szerteágazó, azt én nem biztos, hogy át tudom olvasni, így is nagy nehézségeket okozott mondjuk a Móriczot keresztül olvasni. Szóval az azért nagyon-nagyon sok idő. Úgyhogy azokat hagytam ki alapvetően, akiket vagy nem tudtam megfogni, vagy nem vetettek föl számomra olyan művészi problémát, amiről én érdemesnek tartottam, hogy írjak, vagy pedig kevésbé tartom őket önmagam számára érdekes írónak. Akkor jól értem, tehát hogy egy-egy költőt vagy írót úgy közelített meg, hogy egy művészi problémán keresztül. Hát nagyjából, igen, nem egy, általában inkább az, hogyha valaki mondjuk nagyon sok művészi problémát, nagyon sok emberi problémát tár föl, és akiken keresztül a kor és a többi író is láthatóvá válik, mert azért próbáltam úgy megírni ezeket a szövegeket, hogy amikor Bródi Sándorról írok, akkor ne csak róla szóljon, hanem egy kicsit azokról a mellette lévő más írókról, akik a kornak jeles írói voltak, bár nem sokat tudunk róluk, vagy némelyikről igen. De mondjuk a Petőfi kapcsán akkor, hogy Petőfi mellett kik tevékenykedtek, még milyen volt az akkor irodalmi működés, és egyáltalán milyenek ezek a figurák önmagukban. És mitől újraélesztő ez a könyv? Én azt hiszem, hogyha... De én találtam ki ezt az újraélesztőt, de megbeszéltük a kiadókkal, hogy ezt sosem mondom el, és mindig azt mondjuk, hogy ezt a kiadó találta ki, úgyhogy... De valójában én találtam ki, de valahogy olyan nagyképűnek éreztem ezt a dolgot, hogy akkor megbeszéltük, hogy akkor ez egy ilyen kiadói ilyen gondolat lesz, de hogy ne bújjak el a kérdés elől, azt hiszem, hogy én arra gondoltam, hogy valamilyen módon lehúzni, nem lerántani, nem ledönteni, lehúzni, vagy levezetni a szobor talapzatokról ezeket az alkotókat magunk közé. Tehát, hogy ne szobrok legyenek, hanem elevenségek, mert az, amit írtak, az nagyon eleven, és igenis hozzánk szól, és hogy segíteni abban, hogy ezek a szövegek újra úgy szólaljanak meg, mint ahogy egy diskurzusban két ember beszél. Mert az irodalmi mű olyan, hogy az nem akar megtanítani semmire sem, hanem egyszerűen hozzád szól. És te, mint olvasó, válaszolsz rá. Elindul ez a párbeszéd.
De ugye szobrokkal nem lehet dialógusba kerülni, és hiába azt mondom, hogy az arany személye szobrosodott, nem a személye szobrosodott, hanem maga az életmű szobrosodott, és csontosodott meg, és kelti a félelmet az olvasóba. Holott az kéne, hogy ez egy nagyon olyan legyen, mint az étel. Tehát, hogy ez a mindennapi kultúra része. Tehát ilyen módon azt gondolom, hogy azt szeretném, hogyha ezek a régi kollégák, ezek olyanok lennének, mint hogyha tényleg a cimboráik volnának, mert azok, valójában azok a műveikkel, és ez nem van le semmit a nagyságukból. Tehát attól, hogy nem mindig szobornak, nem mindig merevarcúnak, nem látom őket makulátlannak. Ugye, mert a nemzeti kánonba való belépés az úgy történik, hogy először lecsiszolják róla az összes ilyen kicsit gázos dolgot. És onnantól kezdve kilép be a nemzeti kánonba egy makulátlannak, egy olyan figura, akinek semmi hibája nincsen, nincs olyan ember, sőt, általánosságban azt mondom, hogy minden olyan törekvés, ami azt akarja elhitetni egy emberről, hogy tökéletes, az tulajdonképpen ellensége az emberi működésnek, hiszen azért merek hozzád szólni, hozzám azért mer szólni valaki, azért tud két ember egymással beszélni, mert pontosan tudják egymást, hogy mindenki elég törékeny és elég sok hibával rendelkezik. És nem a hibák mellett agitálok, félreértés ne essék, hanem amellett agitálok, hogy lássuk be, hogy attól, amiatt nem félünk a másik embertől, mert az is esendő. És akitől félünk, mert tökéletességet akar magáról elterjeszteni, attól megrettenünk, elbújunk előle, vagy maximum csodálni tudjuk, mint egy istent. De ezek az alkotók, bár tényleg isteni szikra volt bennük, amikor néhány mű létrejött, de ezek az alkotók emberek, és ők a diskurzus hívei. Nem a tanulmány, ugye Morrisnak volt egy mondata, hogy még a háború előtt már a Légyú, mintha Alikból volt ilyen kötelező olvasmány, és akkor így felsóhajt a naplóba, hogy úristen, kötelező olvasmány lett a Légyó, mint halálikból, végem van, mint írónak. és tényleg, mert az író mindig író akar lenni, magyarán az irodalmi mű mindig irodalmi mű akar lenni. Nagyon sokat emlegeti Móriczot közel áll. Ja, én eléggé bírom Móriczot, eléggé bírom, habituálisan is vannak dolgai, amik nagyon közel állnak hozzám. Úgyhogy, és hát hozzá kell tegyem, egy nagyon gazdag életműről van szó. Én gyerekkoromban úgy voltam, hogy hát Móricz az ilyen népi író, ugye én földművesek a szüleim, tehát... Úgy is néz ki, nem? Úgy is néz ki, igen. Hát nem akartam Móriczot olvasni, hát elég paraszt volt körülöttem, még a Móricz is, ami a különböző izé. És aztán egy idő kellett arra, hogy rájöjjek, hogy nem, Móricz egyáltalán nem népi író. Vannak népi tárgyú szövegei, de az is csak egy része természetesen az irodalmi működésének, mert rengeteg kisvárosi, városi, ilyen-olyan, nem érdekes. Tehát, hogy mindig azt hiszük, hogy a tematika a fontos. Nem, bármilyen tematikában lehet érvényeset írni. Tehát a lényeg az, hogy rólunk szól, vagy nem szól rólunk. Nem szól rólunk, nem érdekel. Ha rólunk szól, az mindegy, hogy most parasztok szerepelnek benne, városi polgárok szerepelnek benne, diszkócicák szerepelnek benne, mindegy. Ha érezzük, hogy ez valóban emberi mélységeket érint, akkor egyszerűen tudjuk olvasni. Móriczot hozzá kell tegyem, nem érdekelte a paraszti világ. Egyébként nem paraszti származású, csak ezt mellékesen mondom. Bár ő élt ezzel a marketing lehetőséggel, és a Móricz ezért is csúszott bele ebbe a népézébe, mert ugye felkerül Budapestre, ebbe az úri környezetben, az marha érdekes volt, hogyha ő így előadta az ő kis vidéki. Én is voltam ilyen helyzetben, egyszer Amerikában így kérdezték, hogy nőttem föl, és akkor elmeséltem, hogy ugye nem volt fürdőszobánk, a WC az udvarban volt, nem volt nálunk fűtés, hanem egy ilyen kályha, mindig rohadt hideg volt, cserepet raktak a dunyha alá, hogy ne fagyjunk meg, mikor lefeküdtünk. Állatira tetszett nekik, fú, de originális. És úgy az ember úgy kedvet kapott hozzá, hogy hát most hirtelen nyilván, mint egy ilyen rezervátumi őslakos, most még lehetne fokozni ezt a dolgot, tehát lehet ezzel így rócsózni az ilyen sajtadumákkal. És a Móricz ezzel élt.
tényszerűen élt, és hát egy kicsit rátapadt ez a fajta, tehát hogy kontraproduktív lett egy idő után a saját maga által kitalált PR jelző vagy jellemzés, de hát akkor is szerintem nagyon-nagyon jó író volt, szóval az vitán fölül el. Beszéltünk előbb arról, hogy nem lehet leválasztani az írónak a személyiségét, a tetteit arról, hogy magáról a művekről, tehát ez egész együtt érvényes. És... Bocsánat, itt egy pillanatig elnézést szóba várjuk, hogy nem, az, a mű érvényes az író nélkül is, tehát hogy ezt nem assuk így össze. Én azt mondom, hogy azért érdekel az író személye, mert jó a mű. Ha nem jó a mű, akkor tök mindegy, hogy érdekes élete volt. Ady Endre mellett még egy csomó alkoholista szaladgált az országba. A többi alkoholista nem érdekel, akkor se, hogyha esetleg bocsinált a költő volt, mert csak egy ilyen gigantikus nagy művek mellett érdekel az, hogy milyen volt ez a figura. Tehát, hogy a személyiségük nélkül is érdekes, de miért ne érdekelne a személyiségük, amikor van egy ilyen nagy produktum? És akkor azt mondom, hogy igen, van egy csomó szereplője a műveknek, János Vitéztől a nem tudom meddig, és akkor van mindig egy plusz szereplő, az maga az alkotó. És adott esetben az alkotói élet is azért, tehát nem azért, hogy tényeket, adatokat tanuljunk meg, mert nem árt, hogyha tudjuk, hogy melyik században élt melyik költő, azért az. Tehát, hogy nem kell úgy csinálni, mint hogyha mindent megmondta a számítógép, mert hogyha a fejünkben nincsen végképp semmi, akkor a számítógép... Igen, egyébként valaki mondta is, hogy többet tud József Attila életútjáról, mint mondjuk a unokatestvérének a életútjáról. Hát vannak ilyen nagyon dokumentált életek, de érdekes, tehát hogy tanulságos, és azzal szembesülni, hogy igenis, ezek a figurák is azért hát elég sok terhet cipeltek a vállukon, és nem csak a mi vállunkot nyomják nagy súlyok, meg nem csak nekünk kell az élettel megküzdeni. Most ugye ez egy rendhagyó irodalom óra, tehát amikor kamasz voltam, olyan elképzelhetetlen volt abban a sötét világban integrálódni, ami felnőttek világa, és borzalmasnak gondoltam, tele hazugsággal, hamissággal, mit tudom, micsoda. De hát mindenki integrálódik, tehát mindig az aktuális kamaszok előtt ez a feladat áll. A kérdés az, hogy amikor integrálódik, mennyi igazságérzetet sikerül átvinni abba az új világba, mert annál jobb lesz a felnőtt korban élőknek a minősége. De a lényeg az, hogy ezeknek az alkotóknak is igen, és hát narhára kellett küzdeni sok mindenért. És van valami határ? Gondolom például a norvégoknak a legnagyobb bírójára, aki megteremtette a modern regényt, Nobel-díjas, és hát sokáig kivették őt a norvég tananyagból, mert hogy a Norvég Nemzeti Szocialista Pártnak az alapítója volt, és a harmadik birodalmat támogatta. Tehát van határ ebben? Mármint a morális, az alkotók morális szerepvállalásában, hát az az igazság, hogy ugye a Hamsunról beszélünk, én nem szimpatizálok a nemzeti szocialistákkal, de a Hamsunnak a személyiség című regénye, ha jól emlékszem az a címe, az azért attól még remek mű marad. De mondok olyat, akit még jobban szeretek, mondjuk a Szélinnek az Éjszaka utazás, az éjszaka mélyére talán ez a címe a regénynek pontosan. Az egy remek mű, pedig ő is francia volt ugyan, de a náci ideológia felé menetelt. Én magam nem szeretem, hogyha az írók ideológiailag elköteleződnek, mert az a probléma, hogy nem az a gond, hogy ők magánéletileg köpök rájuk, vagy nem köpök rájuk, hanem az a gond, hogy az ideológiai elkötelezettség egy idő után az életműveket megfojtja. A műalkotás, vagy az esztétikai produktum nem bírja az ideológiát. Tehát nincs olyan, hogy én ilyen eszmeiség mellett írok. Nincs eszmeiség. Tehát nekünk, olvasóknak, meg magánember, nekem is van eszmeiségem, biztosan, mert nem szoktam körülírni, de biztos van. De nagyon egyszerűen mondjam, hogy általában úgy nézünk a világra, hogy a dolgok jó, rossz, be vannak kategorizálva.
mondjuk etikailag el van döntve róluk, hogy az ilyennek, azt olyannak, azt amolyannak kell látnom. Amikor írsz, akkor olyan, mintha ezeket a jelentéseket így lesöpörnéd a világról, és a jelentések mögé lépsz, és megpróbálod a világot az értékelés előtti állapotában ábrázolni. Mert az értékelés már önmagában ideológikum. Mert most gondoljunk csak egy ilyen nagyon egyszerűen, hogy a konzervatív szavazó hogyan néz a víruskérdésre, amikor a saját kormánya van, az ellenzéki szavazó hogyan néz a víruskérdésre, amikor nem az ő kormánya van. Tehát ez a kettő, olyan diszkrepancia van a két értékelés között, hogy ha íróként ezt vagy azt követném, azonnal valóságvédséget követnék el, mert egyik se valóságos. A valóság valahol mélyebben van, mélyebb emberi történetekben, tehát nekem mögé kell lépnem mindenfajta ilyen kategóriarendszernek ahhoz, hogy valóság élményt tudjak létrehozni a műben. Az, hogy mondjuk a, mit tudom én, magyaroknál ugye a Szabó Lőrinc kacérkodott, az szám, én nem szimpatizálok más szempontból se Szabó Lőrinccel, de az életműnek a kimagasló teljesítményét, mint a Tücsök zene például, az nem lehet kétségbe vonni, és nem is akarom kétségbe vonni. Ettől függetlenül, hogyha valakinek, ez egy olyan dolog, hogy valaki nem szereti azt megenni, amit lát, hogy levágtak, és hiába finoman van megcsinálva, én nem kényszeríteném senkire sem, hogy egye meg, de alapvetően én mindig a mű minőségét nézem, és akkor az egy más dolog, hogy érdemes azt megvizsgálni, hogy az ilyen embereknél milyen motivációk vezettek oda, hogy ők itt vagy ott vagy amott feltűntek. Tehát ez egy érdekes, tanulságos kérdés szerintem. Ez benne van a könyvben? Én azt gondolom, hogy például Szabó Lőrincnél benne van. Kosztolányinál benne van. Ki a kedvenc belőle? Hát sokakat, mindenkit szeretek, aki benne van. Aki számomra, és akkor azt mondanám, hogy a magyar zenében is vannak fantasztikus alkotók, Bakfart Bálintól Kocsis Zoltánig, hogy két kevésbé ismert nevet mondjam, de nem tudom, szóval sok mindenki, de akkor is a Bartók az olyan, mint egy fénylő csillag. És azt mondanám, hogy az irodalomban mondjak egy ilyen fénylő csillagot, az József Attila volna. Sokan mondják őt. Mi lehet ennek az oka, hogy József Attila tényleg egy etalon? Hát több oka is van. Nyilván az egész élettörténete, az a fajta bizalmi verskezelés, ahogy ő írt. Tehát ez is egy érdekesség, hogy milyen távolságba engeded az olvasót a versénhez. Tehát mennyire lesz eltolva, mennyire lesz közel enged. A József Attila nagyon közel engedi. De most más szempontból nézve, költészetileg egyrészt nagyon kis hiba százalékkal dolgozott. Tehát nagyon kevés a rossz, úgymond rossz vagy elrontott vers. Ez például nyilvánvaló, hogy megkülönbözteti a magyar irodalom egy jelentékeny részétől, például a nagyon ajnározott Aditól. De a legfontosabb az, hogy úgy közelített az emberhez, hogy kivette ezt a morális értékelési funkciót, és az ember legmélyebb lélektani mozgását akarta föltárni, és rendkívül korszerű képiséggel. Hát a semmi ágán ül szívem, ezek a fajta megfogalmazások, ez, amiket hivatalosan úgy mondják, hogy kognitív metafora, ami nem azt jelenti, hogy valami olyan, mint, hanem egy mélyebb jelentést próbál, tehát hogy egy mélyebb jelentés érzetét próbálja megragadni. Ezek nála tényleg azt mondom, hogy ott indulnak be igazából, és hát nagyon nagyon fergeteges egyébként egyrészt a lélektani, olyan egyszerű dolgok, hogy
amikor egy természeti képet, mint egy népdalban, egy természeti képet abszolút bepörget egy személyes látásmódba, vagy egy belső működésbe, és az, hogy az énnek ezt a bizonyos törékenységét és esendőségét ilyen mélyen meg tudja ragadni költőileg, az szerintem fergeteges. Mi az az irodalmi kánon? Hát... Ki dönti azt el, hogy oda bekerülhet valaki? Vagy bent van-e valaki? Vagy bekerülődik oda valaki? Hát nyilván ez úgymond a kulturális emlékezet dönti el, hogy a múltból kikerül bele az irodalmi kánonba. Ez a kánon egyébként elég merev, és kevéssé bővül az újak felől, és kevéssé szűkül a régiek irányából. Tehát amit nagyjából 100 évvel ezelőtt körülbelül a nyugatos véleményalkotás volt még az utolsó, ami szerintem módosított rajta, akkor került bele például Csokonai, vagy akkor tájt erősödött meg Csokonai szerepe a magyar irodalmi kánonba. Én úgy tekintek a kánonra pozitív értelemben, mint egy olyan fajta kimondott és kimondatlan raktárra, szervezett raktárra, amiből bármikor és kedvem szerint válogathatok. Mert nem kell nekem mindig Petőfit olvasnom, nem kell Aranyt olvasnom, lehet, hogy most Kosztolányit kell, de lehet, hogy nem kell Kosztolányit. Tehát, hogy a minden ilyen kulturális hagyaték, amit egy kánon őriz, mondjuk, tehát ő a kánon védi őket, a kanonizáltság védi attól, hogy kiessenek a nemzeti emlékezetből, ez egy fontos dolog, amihez mindig viszonyulnunk kell. De nagyon fontos tudnunk, egyrészt nincs alternatív kánon, tehát nem tudok felállítani egy másik listát. Nincs másik lista. A másik az, hogy nem kell nekem a lista minden szereplőihez általánosan és mindig ugyanúgy viszonyulnom. Mert nem biztos, hogy éppen most szól hozzá. Ezért vagyok én rendkívül híve annak, hogy a magyar tanárok a lehető legnagyobb szabadságot kapják meg a kötelező irodalom terén, a kötelező szerzők terén, hogy itt nagyon nagy mozgásterük legyen, mert hogy ők el tudják dönteni, hogy mondjuk egy tatabányai szakközépiskolába mi kell, ami ezeket a srácokat és lányokat megfogja, és adott esetben mi kell egy élvonalbeli, mit tudom én, ilyen versenyistálóként működő gimnáziumban. Ezek más és más fajta pedagógusi megközelítést igényelnek. És még osztályon belül is. De még azt mondom, hogy osztályok között is ugyanabban az iskolában. Szóval ez abszolút mindig változhat. Most a kánonnak mindig vannak olyan törek, a kánon alkotók, akik általában ugye állami szinten támogatott figurák többek között, nem ők az elsődlegesek egyébként, ezt megelőzi nyilvánvaló egy irodalom történeti és irodalom kritikusi hozzáállás, de mindig megpróbál az aktuális hatalom ezen a kánon módosítani. Most ugye ennek látjuk az aktuális történéseit, hogy megváltozik, hogy kiket olvasunk a két háború közötti irodalomból. Egyébként ez csak azt tudom hozzáfűzni, hogy nem baj, hogyha Vas Albertet vagy Herceg Ferencet olvasunk, de azt mindenki jegyezze meg, hogy ők nem tudják lecserélni azokat a megingathatatlan nagyságokat, akik mellettük voltak. Tehát, hogy nincs... Tehát én szeretem a Revicki Gyulát, mint költőt, de a Revicki Gyulával nem lehet lecserélni Arany Jánost. Ez egy ilyen tény. Szeretem a Tersánszki Józsi Jenőt, de nagyszerű prózista volt, de a Móricz nála sokkal jobb. És ugyanezt mondhatom az előbb említett két prózistáról, tehát hogy nem csereszavatosak. Tehát hogy ez ők, a legnagyobb alkotók nem csereszavatosak. Ugyanakkor a kánonnak mindig is a negatívum az, hogy kevés a kortárs. És ezért pont
a felnövekvő korosztály, tehát a gimnáziumi korosztály pont abban is bevezetve, ami őket körülveszi. Tehát amiket mi írunk most, hogy magam felé forduljon. Mert amit értenének, mondjuk. Amit értenének, vagy meg tudnának tanulni érteni. Mert érdekes dolgok vannak ebben, de sokszor, különösen a költészet terén, jó, ha valaki vezeti a tekintetüket. Szóval én azt gondolom, hogy a kortárs irodalom az nagyobb erőt kellene, hogy kapjon az irodalom oktatásba. Kit olvastatna a középiskolásokkal, a kortársak közül? Hát ugye ez is olyan, hogy nyilván adnék Tóth Krisztát és adnék Fehér Királyt a Dragomántól, és adnék a kezükbe Garacinak bármelyik könyvét. Tehát sok mindent lehetne. Az igazság, itt sincsen olyan túl nagy mozgás, látjuk, hogy kiket lehet olvasni, és azt mondom, hogy ott is súlyozni kell, kitől, kicsodát. Tehát magamtól nem ajánlanám a mély garást vagy a cégvezetőt középiskolai olvasmánynak, mert nem, tehát hogy nagyon fontos, hogy az a korosztály valójában olyan irodalmat kapjon, ami nagyon jó, ugyanakkor olyan, amivel könnyebb az azonosságot, vagy a bensőséges, intim kapcsolatot kialakítani. Köszönöm szépen Hály Jánosnak, hogy a vendégünk volt. És azok a sok-sok könyvek, amiket ő felsorolt itt nekünk, hogy lehet olvasni középiskolásoknak, az itt a könyvtárban megtalálható, akár a Fapados könyvtár szolgáltatásán keresztül, akár pedig majd, hogyha kinyithatunk, akkor élőben is. Úgyhogy várjuk szeretettel a középiskolásokat, és további szép napot és tanévet kívánok mindannyiótoknak. Köszönöm a meghívást!